Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pán Sípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Kedves hallgatóink, szervusztok! Gödri Bulcsú, Puzsér Róbert és Horváth Oszkár társaságában a valósággal foglalkozunk. Úgy tűnik, hogy a franciák kiadták Pedro Almodóvár Mindent atyámról című filmjét. Benyújtotta lemondását Michel Opeti pápai érsek, amelyet Ferenc pápa már el is fogadott. Az érsek azért döntött így, mert az utóbbi napokban botrány kerekedett abból, hogy intim viszonyt folytatott egy nővel. A dologra azáltal derült fény, hogy Opeti még 2012-ben véletlenül a saját titkárjának küldött el e-mailben egy nőhöz címzett szerelmes levelet. Ezt az e-mailt szerezte meg valahogy a sajtó. Az érsek a levél eredetiségét nem tagadta, azt viszont igen, hogy bármi is történt volna közte és a nő között a gyakorlatban. Én csak azt nem értem, hogy a szeretet egyházában mióta tilos szeretni, mióta nem szabad megvallani az érzelmeidet, hiszen ezt a szerelmet az atya nem hálta el, legalábbis tagadja, és erre vonatkozóan semmilyen bizonyíték nincs. A levélből nem derül ki, hogy testileg közeledett volna ahhoz a bizonyos asszonyhoz, szerelméhez. Akkor ez így most miért is? Egy vétség. Miért olyan súlyos vétség? Na, hát szóval a Nikea és Zsinat, vagy mióta van ez így? Tehát, hogy a katolikus egyház szabályrendszerében a papi nőtlenség az elég régóta meg van határozva, és a pap az egyházi vezetőknek az Isten iránti elsődleges elkötelezettsége, valamint a testi vágyakról, illetve vonzódásokról való lemondás az semmiképpen nem számít újdonságnak. Hogy ilyen értelemben a szeretet egyházának értelmezhető a katolikus egyházak, azt gondolom, hogy semmiképpen sem. Tehát ők ezt nem állították magukról, hogy képesek a mi 19. századi romantikus szerelmi ideálunkkal bármilyen közös platformot árulni, ők teljesen más gyékényen játszanak. Nem fér bele a szerelmes elköteleződés bárki más iránt Istenen kívül. Ez egy viszonylag régóta világos játék, szóval engem nem ez érdekel. Tehát engem az érdekel, hogyha kritikával akarjuk illetni a katolikus egyházat, akkor szerintem nyugodtan a hegyi beszéddel is össze lehet hasonlítani a megélt életvitelüket. Tehát én máshol kezdeném a tanaiknak tanaik és az életformájuk között tátongó szakadéknak a vitatását, illetve a hipokritaságuknak az előhozását. Ehhez képest már az, hogy egyébként a papi nőtlenség mióta szabály, és természetesen ez mennyire képes megélhetővé tenni egy normális emberi életet, nyilván szerintem kevéssé, ez már mellékkérdés. Na jó, de várjál, miért tilos érzelmileg kigyúlni egy másik ember iránt? Azért, mert ez a testiség vágya a katolikus tanok szerint, és ez... Szó nincs testiségről. De a vágyról, szerelmes ebbe a nőbe. De ilyen van. Tehát ilyen van, hogy jön egy érzés, hogy az ember egyszerűen elcsábul. És tudod, elméletileg az a tilos, hogy nem szabad magadat ebben a vágyban követni a testiségig. Nem, ezt rosszul tudod. Robi, tehát érezni tilos. Tehát érezni tilos a vágyat magát egy nő iránt. És fenntartani annak a téged fenyegető és a fókuszodat elvonó jellegét. Tehát a vágy az... Elvesz az Istennek szentelt figyelemből, a mások lelki vezetésére szentelt figyelemből, valamint a szerelem, azt többször elmondtuk, hogy ez egy önző fajta szeretet, és nem összehangolható azzal, ahogy az Istent szereti, és ahogy másokat az Isten szeretetére vezetni. És tényleg nem összehangolható? A római katolikus egyháza, hát kb. 2000 éve nem, Robi. Tehát most ne csodálkozunk azon, hogy mi a szabályzat. Várjál, mert a világon van
180 ezer szakma. 180 ezer szakmából 179.999 szakma elől, gyakorlása elől, meg a figyelmedet nem vonja el az, hogy te szerelmes vagy valakibe, és van ez a konkrét, a római katolikus egyházban elfoglalt papi hivatás, amivel nem összeegyeztethető. Azért van igazad, nem azért, mert az ellenkezik azzal, amit az előbb elmondtunk, hanem azért, mert látjuk a reformáció után, hogy igenis még jobban is el tudják látni a lelki vezetési feladatukat, az én véleményem szerint legalábbis. Tehát én látom, és ezért nem gondolom azt, hogy ez akadályozná a mondjuk a református lelkészeket azt, hogy van szerelmük és feleségük és családjuk. Úgyhogy ez speciál egy tévedés, de ha önmagában vizsgáljuk a reformáció kontextusa nélkül, akkor az egy tök jogos felvetés bármilyen vallás gyakorlásban, hogy a fókuszottól, ami egy véges összegű valami, elvesz azt, hogy van egy saját önző érdeked és egy saját külön szereteted, amit nem áldoztál fel. De itt félreértett, hogy... Na, de szerintem a legfontosabb félreértés az az, hogy ezek ilyen véleményezhető dolgok. Kérem szépen, a katolikus egyház az a saját logikája szerint Szent Péter egyenesági szellemi leszármazottjaként, ex-katedra, Isten szavát képviselve határozta meg a saját szabályrendszerét. Ha ez neked nem tetszik, ezt nem tudod elfogadni, akkor nem tudsz a katolikus egyház tagjává válni. Azt értem, válni. De nem lehet vitatni a cölibátust? Nem vitatárgya. Robi, egy másodperc, és esküszöm, odaérek. Ebből az következik, és egyébként magából a katolikus eljárás rendben ugye benne van a gondolattal elkövetett bűn, gondolatban elkövetett bűn, a gondolat mint bűn, ez abszolút teljes szerves része a katolikus hitvallásnak. Ezek alapján, a szabályrendszerek alapján ez az ember bűnt követett el. Amikor olyan jól szoktunk, bizonyos körök olyan jókat szoktak nevetni a Ben Shapiro-nak azon a fantasztikus visszavágásán, amit kritikán alulnak tartok egyébként, amikor megkérdezték tőle, hogy hol van az leírva, hogy lányok nem léphetnek be a fiú cserkész szövetségbe, és a Ben Shapiro avval vágott vissza, hogy hát a nevében a cserkész szövetség, kb. Ugyanez az érvelés. Hol volt az leírva, hogy a papoknak nőtlenséget kell fogadni a katolikus egyházba? Hát mindenhol. Kb. Az első oldal harmadik sorában volt. Ez egy gyalázatos érvelés, Bulcsú. Ez egy gyalázatos gyakorlat, de ahhoz meg ne hozzám forduljon a tisztelt. Ben Shapiro részéről egy gyalázatos érvelés, akkor itt és most a te részedről is az. Vagy egyikötök részéről sem az. Nem. A gyalázatos érvelés az... Kétségtelenül lehet, hogy gyalázatos érve, és ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a katolikus egyháznak a nőtlenségi gyakorlatát vitatni, azt szerintem lehetséges, hogy ennek mi értelme van a 20. században, de én inkább ennél a ősokot kezdeném el vitatni, hogy rendelkezik-e a katolikus egyház ex-katedra kijelentésekkel, és létezhet-e egy olyan intézmény, amelyik a megalakulása óta Szent Péter szellemi örökösének tartva magát, hoz mindenféle szabályokat, és hogy miért képesek emberek a 21. században ezt ex-katedra elfogadni, és azt mondani, hogy nekem leírták ezt a 15 életszabályt, és ezeket nekem kötelességem elfogadni. Ezt miért tesszük meg ilyen természetesen? És ha már belépünk egy ilyen típusú gondolati szektába, akkor miért csodálkozunk, hogyha utána ennek lesznek következményei? Mi a forrása ennek a cölibátusnak? Mert én vitatom, hogy az lenne a forrása, hogy az atya nem tud odafigyelni a hívekre, hogyha várja őt otthon egy asszony, hát, meg három gyerek. A birtok, vitatom. Hát a földbirtoknak az elvesztésétől való félelem volt ennek a forrása. Ne örökölhessenek, ne hagyhassanak örökbe a papok semmilyen vagyont vagy tulajdont, bármit halmoztak fel az életük során, az a halálukkor szálljon vissza az anyaszent egyházra. Pontosan. Erről szól. Ezért pontosan lett a cölibátus, és minden más arra vonatkozóan, hogy nem szabad, egyedül Krisztus iránt szabad érezni. A másik ember iránt persze kell érezni, de az a szeretet, ahhoz nem kapcsolódhat testi vágy, mert az megrontja a papi szolgálatot. Ez az egész csak egy falvédő szöveg. Ez az egész csak egy kamu. Hát valójában arról van szó, hogy az egyház egyben akarja tartani az egyházi vagyont. Abszolút, ennél egy kicsit rosszabb a helyzet, ugye, mert ráadásul ellenmondás is maga a szöveg. Tehát, hogy ez az elvárás, hogy a testisége valami probléma lenne, ez egyébként, amennyire tudom, bár nagyon rég
olvastam bármit erről, úgyhogy biztos nagy butaságokat is mondok, és valaki ezt sokkal jobban ismeri, de amennyire emlékszem, azért ebből nagyon komoly viták voltak, és a testiség elfogadása az, amennyire tudom, dogmatikus tan, tehát a test ugyanúgy Isten teremtménye, ezért el kell fogadni azt, és amennyire jól emlékszem, hogy Szent Ágostonnal pont ezen voltak nagy viták, de ez az egyik feled, de ha magából a katolikus egyházi tan legfontosabb alakjából, Jézusból indulunk ki, nehéz másból kiindulni, és még egyszer nehéz a hegyi beszéden kívül másból kiindulni, hiszen ez volt Jézus stadion koncertje, ugye ez a leghosszabb egybe lévő szöveg, amit tőle hallunk, tehát kvázi a legtisztább formája tanításainak, ott azért, mint a teljesen más erkölcsi elvek lennének a prioritásba helyezve, és ott, mintha az empátia is a másik felé fordulás lenne a legmagasabb erkölcsi parancs, és nem egy félállami, időnként félkatonai, de félhatalmi szervezetnek a furcsa házi rendjének való gondolkodás nélkül megfelelés. Hát én azt hiszem, hogy lassan kitelik a cölibátusnak a szavatossága. Lassan a római katolikus egyháznak felül kell vizsgálnia a cölibátushoz való viszonyát. Egyre súlyosabb nyomás alá kerül a római katolikus egyház cölibátus ügyben. Elsősorban a papi pedofiliának a rendkívül számos vádja nyomán. Semmi kétségünk nem lehet, legalábbis nekem semmi kétségem nincs ezeknek a pedofil vádaknak, illetve a cölibátusnak az összefüggéséről. Hogy igenis, ezek az elfojtott szexuális energiák, ezek nem maradnak ott lent az elfojtásban, ahogy soha semmi nem maradott lent, ahova folytod. Hanem ott abból démoni erők képződnek, pont úgy, ahogy mindenből, amit a rossz módon folytasz el, nem megértve, átvilágítva, integrálod a személyiségedbe és tapasztalattá formálod, és azzal többé válsz, hanem elkaparod. Elfojtod anélkül, hogy értenéd, anélkül, hogy átdolgoznád magadon, elfojtod, és ott lent abból igenis démonok képződnek, és amikor azok visszatérnek, fölszivárognak, akkor azok már a sekrestjében megrontott kisgyerekek képeit öltik. És sajnos ez így megy. Sajnos ez így működik. És itt van egy atya, ez az opöti atya, Párizs érseke, aki megpróbált viszonyt kialakítani a saját testi vágyaival, meg a saját érzelmeivel, meg a saját szerelmi belső indítatásával. És most példát statuálnak rajta. És most le kell mondania, és most őt kitaszítják, és most őt körbehordozzák, mint bűnöst. És mit várnak, hogy milyen következménye lesz majd ennek? Az lesz a következménye, hogy majd bárki, akinek ilyen érzelmei vannak, majd folytsa el valamilyen módon, valamilyen formában, és majd valami kontrollálhatatlan, bűnös formát öltve törjön fel újra. Bennem felmerült az a kérdés, hogy és mi van, ha nem éli meg a vonzalmát, szellemi vonzalmát, akár egy levelezésben, vagy érzelmi vonzalmát, akkor a vágy, ami mögötte a testi vágy, az alább hagy, kevésbé fogja akkor foglalkoztatni az, hogy van benne egy állati réteg, ami az embernek mindig is része. Legalább megéli, legalább megérti, legalább megfogalmazza, azáltal, hogy a levelet megírja, az már tulajdonképpen egy terápiás gyakorlat az ő számára, nem értve kaparja el és folytja el a tudattalamba úgy, hogy nincs hozzá viszonya, mert az a legbetegebb és a legmegbetegítőbb. Hát sajnos a vallási logikát elég gyorsan legyőzte az ember mondjuk felvilágosodás által összeszedett megismerésképe, ezért például a pszichológia, a pszichoanalitika működése nagyon hamar felszínre hozta például a katolikus lélektannak a bizonyos problematikáit. Ugye a katolikus lélektanban a bűnös vágy ...nak a kezelési módja az a bűnbánat, tehát a bűnbánat tétel, a gyónás, és amikor a gyónás maga egyébként a felszínre hozási folyamat, tehát mondjuk, hogyha nagyon jó szándékú vagyok, akkor azt mondom, hogy
a tudatalattiban lesöpörni kívánt, vagy lenyomni kívánt bűnös gondolatoknak a pszichés megélése, az a gyónás folyamata által a felszínre kerül, és akkor ilyen módon ez megdolgozódik, de pontosan, ahogy a Robi mondja, azért sajnos ennél, nem sajnos, hanem az a tény, hogy az emberi pszichés folyamatok ennél sokkal komplexebben működnek, és ezért van az egyébként, hogy van, én például nagyon hiszek az aszkézisbe, és egyébként én hiszek a nőtlenségi aszkézis típusú működésekbe is, akkor, hogyha ez önkéntes. Tehát azért nem egy, nem kettő, tehát nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki számára az aszkézis az egy nagyon fontos dolog, és önmaga saját maga által valamilyen belső cél érdekében lemond nagyon sok. Igen, de egy életen át. És egyébként egy jó részük életen át, csak ez egy, csak nagyon máshogy működik, amikor ez egy belső igény, és nagyon kevés ember képes ezeket a belső igényeket megoldani, és nagyon más, amikor egy szervezetnek a működési szabályzatot. Én épp azt akarom mondani, hogy amikor a katolikus egyház hatalmi ággá vált, akkor hirtelen néhány embernek a spontán szellemi vállalásából lett házi rend, és úgy már nyilván onnantól kezdve mindenféle hazugság, lelki önátverés, önámítás, meg egyebeknek tudott a melegágya lenni, mert nagy szellemi aszkézisekben nem lehet házi rendet csinálni. Ugyanez egyébként az iszlám állam oldalon, tehát ott is, tehát akárhányszor nagy-nagy, akármilyen szent elhivatott küzdelmet akarunk egy államszervező elvé tenni, akkor kiderül 5 perc múlva, hogy az emberek ezek Lewis Farmerrel seftelni a nyugat elleni háborúnak az árnyékába természetesen, mert az ember nem így működik, az ember ennél sokkal komplexebb. Érdekes ugye, aki szerzetesként viselkedik buddhistaként, ott is totális cölibátust vállalnak, viszont a világi buddhisták számára úgy van felkínálva a szexuális önmegtartóztatás, mint lehetőség, vagy egy lehetséges vállalás, hogy az önmegtartóztatás azt jelenti, hogy amit csinálnál, annak a fele, a negyede. Tudod, hogy egyáltalán ésszel, érzelemmel mért fel, hogy mit diktál neked a tested, és azon csavarj egyet, és akkor önmegtartóztatást tanúsítottál, bár a totálisnak nem tette leget, de Opöti atya ezzel önmegtartóztatást tanúsított, mi több, levezette érzelembe a testi vágyakat, és ahogy ő mondja, nem történt semmi. Én azt látom, vagy azt gondolom, hogy szerintem attól félnek, hogyha ez a cölibátus, mint követelmény kikerül a rendszerből, az egy egyház szakadást jelent, hogy onnantól kezdve akkor összetöpörödik az az óriás szervezet, és egy reformált külön szervezetbe kerül át az, amelyik nem követeli a cölibátust, ezért 3 út van előttük. Vagy megtartjuk a hipokritizmust, vagy eltüntetjük a cölibátust, vagy megszűnik ez a vallás. És akkor a kérdés, ha bármikor, bármelyik egyház, vagy meg a pápa kiáll avval, hogy holnaptól megszűnik a cölibátus, mindenkinek az első kérdése az lesz, hogy akkor mi az Isten alapján mondtátok ezt 1000 évig, ex katedra. Tehát itt a legnagyobb probléma a kognitív diszonancia. Nem azért nem szűnik meg, ők maguk ne látnák be azt, hogy ennek milyen társadalmi, meg közönségszervező hasznai lennének, hanem azért, mert rettetesen nehéz lenne elszámolni 800 évvel. Na jó, de akkor meg azt látjuk, hogy ugyanúgy működnek, mint a politikusok. Hát, nem lehet gyengeséget mutatni, nem lehet elismerni, hogy valamit rosszul csináltunk, mert most már olyan nagyon-nagyon régóta mondjuk ezt, hogyha hazugság, akkor is benne kell maradni, hogyha fatális tévedés, akkor is ki kell tartani mellette, mert minden rosszabb, mint gyengeséget mutatni. Csak hát tudod, a kereszténységnek elméletileg ez volna az ereje, hogy mer gyengeséget mutatni. Ha jól tudom, az ő címerállatuk nem a sas, meg nem az oroszlán, hanem a galamb, meg a bárány. Ők a gyengeség, ők maguk a gyengeség. Ha ők nem mernek gyengeséget mutatni, mit várhatunk a politikusoktól? Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Gödri Bulcsúval. Itt a Spirit FM-en. A Myanmarból származó rohingya muszlim kisebbség egy csoportja több mint 150 milliárd dollár kártérítése perli a Facebookot, mert szerintük a közösségi platform nagyban hozzájárult a népcsoport ellen elkövetett népirtáshoz. Bizonyítani szeretnék, hogy a média óriás hozzájárult a gyűlöletbeszéd, a félretájékoztatás és az erőszakra felbújtás elharapódzásához. Végső soron a 2017-ben elkezdődött rohingya népirtáshoz, több mint 10 000 rohingya meggyilkolásához, több mint 150 000 bántalmazásához és ahhoz,
hogy a muszlim vallású kisebbségből több mint 1 millió embernek kellett menekülni a buddhista többségű dél-ázsiai országból. A vád szerint a Facebook nem fordított kellő figyelmet arra, hogy moderálja a kisebbség elleni uszító tartalmakat, amelyek az üldözésükre, gyakran a meggyilkolásukra buzdítottak. Sőt, a cég algoritmusai megsokszorozták a gyűlöletre uszító bejegyzések számát. Az ENSZ emberjogi szakértői már 2018-ban megvizsgálták a rohindzsák elleni támadásokat, és arra a megállapításra jutottak, hogy a Facebooknak jelentős szerepe volt az erőszak terjedésében. Hát a csodálatos szabályozatlan piac egy újabb fantasztikus sikertörténetét látjuk. A piac láthatatlan keze demokratizálja a véleményszabadságot, a Facebook, mint olyan új innovatív platform, ami végre elhozza a szólásszabadságot mindenki számára, és amely megszünteti a diktatúrákat. Emlékeztek még erre a 2000-es évek elejé gondolatra, hogy a Facebook fogja majd az összes nagy diktatúrát letörni a véleményszabadságnak köszönhetően. Hát ez nem jött be. Minden diktátornak vége, hiszen itt van a tökéletes platform, a tökéletes ágyú a szabadságharc arzenájába. Hát ennek pont az ellenkezője következett be, és inkább az a logika a legérdekes, hogy miért volt törvényszerű az, hogy ahelyett, hogy ember véleményszabadságának lesz soha nem látott új platformja egy ilyen technológia, hogyan lett a gyűlöletkeltés, az uszítás és a népirtásra való felbújtásnak a népszerűsítő platformja ez az alkalmazás. Lehet, hogy a kettő között avval van összefüggés, hogyha ilyen tartalmakat csak olyan algoritmusokkal figyelünk, hogy mi generálja a legnagyobb visszajelzés, legnagyobb ügyfélfigyelmet, vagy a legnagyobb felhasználói figyelmet, akkor elég hamar eljutunk oda, hogy például a népirtás és a más embertársunk iránti gyűlölkedés az rettetesen heves reakciókat vált ki, így rettetesen nagy engagementet hoz. Szereti a GDP. Nagyon szereti a GDP. A piac láthatatlan keze iszonyatosan szereti a népirtást, ez derült ki. De hát mit tehetnénk mi? Hát itt van ez a láthatatlan kéz. Néha egészen furcsa vágyai vannak, és néha elég nagy emberi áldozatot kell megfizetni érte, de hát ez talán... Várjál, azzal nincsen probléma, hogy figyelmet kap egy ilyen ügy. Figyelmet az algoritmus felszázszorozza. Formában történik, de az nincsen kiválogatva folyamatosan, hát, és még mindig. De ki van válogatva? A leggázabb, leguszítóbb tartalmak vannak előre tolva, hiszen azok fogják hozni a legnagyobb engagementet. Nincs kiválogatva, hogy az egy emberi, egy szeretettel gondolkodó. Jaj, hogy szabályozás kéne, mégiscsak mintha lenne valami magasabb morál, mint a tőke, mégiscsak meg kéne szólalt, mégiscsak be kéne vezetni szabályozókat, amiknek más morálja is van, azon kívül ki hozta a legtöbb pénzt az asztalra. Azért hadd mondjak valamit, és nem a Facebookot védem, hanem úgy gondolom, hogy ez a gépezet még nincs kész, és nem az ő szándékuk kell, hogy legyen, hanem akár az államok közti kormányoké, vagy a gazdaság fölötti jogé, hogy ezt a viselkedést, a népirtást nem a Facebook okozza, az ember okozza. A Facebook egy lehetőség, amely gépként létrehozhatná, új törvényt írhatna a gép szívébe is. Csak ezzel egyelőre nem él, mert úgy tűnik, hogy nem ez a mutatószám. Oké, akkor miért van az, hogy nagyon pontosan követjük a plutónium számából, hogy melyik országnak van tömegpusztító fegyvere? Hát ebben mondhatjuk azt, hogy nem az atombomba öl, hanem az emberről, aki ledobja az atombombát. Persze, játszhatjuk ezt a játékot, de közben pontosan tudjuk, hogy a Facebook az egy olyan technológia, ami a legmagasabb engagementet jutalmazza, a legmagasabb engagementet a legfelháborítóbb tartalmak fogják okozni, és abban a versenyben, ahol be lehet objektívan számolni a rohingyáknak az életkörülményeiről, meg az elveiről, mint tartalom, ez a contentnek semmi esélye avval a tartalommal szemben, ami egy úszító tartalom arra, hogy az összes kisebbségi toljuk bele az adott tengerbe, folyóba, vagy amit éppen dzsungelbe, vagy amit éppen találunk. Nyilvánvalóan ez az algoritmus, ami csak ezt a logikát veszi elő, ezt fogja jutalmazni. Minden hétre jut egy súlyos jogsértése a Facebooknak, és semmi következmény. Semmi következmény. Egyrészt azért, mert a posztmodern médiatérben minden a pillanatban van zárva, és minden hír nagyjából addig tart, ameddig kipörög. És következménye semminek nincs, mert rögtön valaki melbimbót villant valahol a vörös szőnyegen, és az kiszorítja ezt
a nyilvánosság teréből. Hát ez az igazi probléma, hogy ma már igazából semminek nincsen következménye. Meg lett hirdetve, hogy a Facebook a nyilvánosság demokratizálásának sosem látott perspektíváit nyitja meg, és lett belőle Brexit. És lett belőle Donald Trump. És a dolognak van következménye? Sőt, hát most jelenleg Amerikában mindhárom nagy közjogi intézményt a törvényhozás alsóházát, felsőházát és a fehérházat egyaránt a demokraták uralják. Most ez ideális lehetőség lenne arra, hogy földarabolják a Facebookot. És földarabolják a Facebookot? Emlékszünk, hogy És ha földarabolják a szart ketté, akkor nem szar lesz. Persze. De várjunk. Ez azért, a gazdasági befolyását veti vissza, nem pedig a működését. De arról van szó, hogy akkora, olyan mértékű, monopól helyzetben lévő, megkerülhetetlen erő a Facebook, hogy már nemzetbiztonsági kockázatot jelent, nem csak angol nyelvterületen, hanem mindenhol a világon. Egyébként nagyon jellemző, hogy a félretájékoztatás elleni küzdelemre szánt összeg 97%-át angol nyelvű tartalmak ellenőrzésére fordítják, miközben a Facebook tartalmaknak mindössze a 9%-a angol nyelvű. Megint arról van szó, hogy van egy Uber tér, van a nyilvánosságnak ez az angol nyelvű Uber tere, ami tulajdonképpen a nyilvánosság, és az összes többi nyelv és összes többi kultúra marginális, és tudod, az lett meghirdetve, hogy a világ egyesülni fog. És az ellenkezője történt. A világ soha nem volt annyira polarizált, soha nem volt olyan fokú a közgyűlölet, soha nem volt olyan Weimária közszellem, a politikai szellem, a kulturális szellem, mint jelenleg. Pontosan tudja a Facebook, hogy mit tesz a társadalmakkal, de nem érdekli, mert mindig minden körülmények között a profitot részesíti előnyben a felhasználóknak akár a testi, akár a lelki biztonságával szemben. Tudjuk jól, hogy tisztában voltak azzal, hogy az Instagram testképzavart okoz, és nem tettek semmit. Kiszivárgott egy belső Facebookos dokumentum, elhangzott, hogy 3-ból 1 kamaszlánynak testképzavart okozunk. Ez volt benne. Kiszivárgott, és látjuk, hogy milyen következménye lett. Semmi. És a kiszivárgásnak sem lett semmi következménye. De lehet. Hát rájöttek, hogy ez egy fantasztikusan jó ír, hogy 3-ból 1 lánynak testképű zavart okoznak. Hát ennek a piaci felhajtó ereje az elképesztően magas. Tehát az azt jelenti, hogy rengeteg fogyasztószert lehet majd. Rengeteg fogyasztószert, női magazint és egyebeket fogok tudni neki eladni. Ez egy rettenetesen jó ír. Én azt gondolom, hogy ezt megtapsolták, ezt az eredményt, és rá is erősítettek. Kétsebességes Facebook van, az tök egyértelmű. Tehát a tudatgyarmatosító országok, mint a nyugati világ és Amerika és Európa számára, ugye már egy kulturáltabb arcát próbálja előadni a Facebook, és ott folyamatosan előjön ezek, hogy hát vannak ilyen szabályzó elveink, meg az álhíreket kiszűrjük, persze ez is a látszatpult cselekvéseknek a szintere, de hát nyilván ezt a sót, ezt nekünk játsszák el, mert mi kezdtünk el ezen hisztizni, a németek, meg Európa kezdett el ezen hisztizni, hogy talán nem kéne az álhíreket propagálni, de mi vagyunk a kisebbség, tehát mi vagyunk ez a kb. 9-10% a felhasználói csoportnak, meg a tőkének is, úgyhogy nekünk csináltak egy ilyen alternatív Facebookot, amely megpróbál egyre jobb fejtű színbe feltűnni, közben a világ nagy rész az nem ezt a Facebookot ismeri, használja és látja, hanem egy olyat, amelyik meg kifejezetten nem törődik ezekkel az elvekkel, és a lehető legdurvább algoritmus irányába tolja el a potméter, de csak a gyors kérdésem, hogy ne daraboljuk fel a Facebookot, cégjogi kérdés, hát 5 perc alatt megoldják, feldarabolják, azt ugyanúgy folytatják. Tehát egy ügyvédnek szerintem kb. Fél órás meló ezt megoldani, hogy hogyan lehet folytatni egy cég úgy működését, ha feldarabolják. Nem ez az igazi kérdés, hanem az, hogy egyszer elkapjuk már a törzsokokat. Tehát egészen addig ezt kellett hallgatnunk 50 évig, hogy minden nemű beavatkozás a piac működésében az véres kommunizmusba vezet, és tönkreteszi mindent, és mély szegénységet fog okozni, és nem, hogy piros Ferrari nem lesz, hanem kenyér se lesz, és üresek lesznek a boltok. Hát
el kell jutnunk oda, hogy mégis úgy látszik, hogy megkerülhetetlen a piaci szabályozás. És ezeket mi igenis elég erős szervezeteknek érdemes csinálni. Én azt gondolom, hogy ha mi alakítunk itt hármely civil szervezetet, és mi írunk a Facebooknak, hogy ezt nem helyeseljük, annak talán kevesebb hatóereje van, mint hogyha ezt 10-15 ország csinálja együtt, és ennek van is következménye. Tehát mintha országokon átívelő, morális elveken alapuló piaci szabályozást kellene bevezetni. Azt gondolom, hogy ennek látnám szívesen a menetét. Megint a régi nóta. Újra fel kell tenni a kérdést. És most már tényleg ki kéne kényszeríteni, hogy választ adjanak. Mi a Facebook? Platform vagy kiadó? Két lehetőség van, és mindkét válasz helyes. Mondják azt, hogy ők egy platform. Mondjuk, mint a posta. Vagy mint a telefontársaság. Ez azt jelenti, hogy semmi közük nincs ahhoz, hogy én mit írok abba a levélbe, vagy a telefonba mit mondok a partneremnek, akivel éppen telefonbeszélgetek. Nem is tartoznak érte felelősséggel. Nem tartoznak érte felelősséggel, beleszólásuk sincsen. Ezt jelenti az, hogyha valaki platform. Ha meg kiadó, az meg azt jelenti, hogy igenis köze van hozzá, igenis szankcionálhatja azt, hogy mi hangzik el abban a telefonbeszélgetésben, vagy mi van írva abba a levélbe, de felelősséget is kell vállalnia azért. Tehát felelősségre vonható azért, ami ott le van írva, vagy elhangzik, és bele is szólhat, és szankcionálhatja is. Bármelyik jó megoldás, csak hogy a Facebook azt mondja, hogy ha bele akarok szólni, akkor kiadó vagyok, de ha felelősséget kéne vállalni érte, akkor én csak egy platform vagyok. Hát, hogy ez a svéd asztalról való válogatás, ez az, ami nem megy. Ez az, ami nem megy, hogy a platformnak a jogvédelmét, a kiadónak meg a beleszólási jogát kérem magamnak. Nem mondhatja. Az, hogy platform, azt egyszerűen nem mondhatja. Tehát onnantól kezdve, hogy vannak mesterséges intelligenciás algoritmusok, amelyek figyelnek bizonyos trendeket, amelyek bizonyos kontentekhez követődnek, és ezeket elhelyezi valamilyen sorrendbe a te feededen, innentől kezdve ő szerkesztett. Onnantól kezdve, hogy ez az algoritmus működött, ő be ez elindult és figyelt, onnantól kezdve itt rögtön volt egy szerkesztői lépés. Tehát az, hogy ő platform, azt innentől kezdve elfelejthetjük. Teszem hozzá, ha még visszaemlékeztek a kánonos történetre, az Into the Storm-ra, ha jól emlékszem a dokumentum nevére, ott ugye a 4chan-ből lett egyéni platform, ami ugye abszolút platformként működött, tehát teljesen platformként működött, tehát ő nem szerkesztett, nem szólt bele tartalmakba, minden tartalom egyöntetően felkerülhetett, bármilyen szerkesztés vagy tiltás nélkül, annak a felelősségére hívta fel a figyelmet a világ, meg emlékszem, jól emlékszem, hogy mi is erről beszélgettünk, hogy amikor egy-egy ilyen platform, tehát még egyszerűen nincs szerkesztés, nincs algoritmus, nincs válogatás, csak egy üres tábla van, amire bármit lehet írni. De amikor egyre inkább minden ilyen felületnek az lesz a vége, hogy emberek élő közvetítésben sugároznak olyan videókat, ahol más embereket agyonlőnek, ezen a táblán összeszedett információk alapján egymást fanatizálva, akkor felmerül a kérdése, nem egyszerű kérdés, nem mondom, hogy nagyon könnyen tudom rá a választ, de nagyon felmerült a kérdése még az ennyire tiszta tábláknak a engedésének is, és a szólásszabadság korlátozására legalábbis ilyen szinten. Ez már ott felmerült. Tehát, hogy szerintem azt a egérutat a Facebooknak meghagyni, hogy ő valamilyen magasztosnak vélt szólásszabadságra hivatkozva bemenekülhessen a platform védőháló mögé, azt két dologgal is meg lehet támadni. Az egyik az az, hogy onnantól kezdve, hogy algoritmus van, nem lehet független, a másik, hogy onnantól kezdve is, hogy valaki platform, van morális felelőssége. Van valamilyen szintű morális felelősség. De tudod, bár beljebb lennénk, ha azt hazudná, hogy platform. Mondja azt, hogy platform. És többé nem szólhat bele abba, hogy mit jelentetsz meg. Megvalósulna legalább a véleményszabadság abban az értelemben, hogy a Facebooknak az algoritmusait vissza kéne hívnia, nem szankcionálhatná az alapján a te szövegedet, hogy,
abban olyan kifejezések szerepelnek, amik tiltó listán vannak, mert ugye nem érti a szövegnek a jelentését, ilyen módon nem érti a humort, benézi a, gyakori példával élve, benézi a Milói Vénuszt pornográfiának. Az idézeteket mindig benézi, idézeteket. Igen, hogy valójában ha kijelenteni, hogy platform, vissza kéne, hogy hívja az algoritmusait. És megvalósulna az a véleményszabadság, ami az internet hőskorában volt. Hát nem lenne jobb, hát nem lennénk beljebb, mint ezzel a kontrollálatlan zsarnoksággal, ugyanakkor semmiért felelősség el nem vállalásával. A helyzet az, hogy nem lehet számon kérni a Facebookot, mert egy akkora multi, és ezért kéne földarabolni, amekkora multi már a közjogi és kormányzati intézményeket a lobbistáival megszállja. És ha bárki bármilyen törvénytervezetet nyújtana be annak érdekében, hogy földarabolják a Facebookot, a döntéshozókat a végtelen pénzével kivásárolná a minket illető szuverenitásból. Mert ezek a képviselők minket képviselnek, mi bíztuk meg őket, erről szólna ugye a demokráciánk, a képviseleti demokrácia intézményrendszere, csak hogy ez már nem a mi demokráciánk, és ők már nem a mi képviselőink, hanem a multiké, nem álljuk a fizetési versenyt a multik lobbistáival. Ez a fő probléma. Ha feldarabolás, akkor lenne egy javaslatom. Daraboljuk fel saját magára, de a profitot daraboljuk fel azon belül egy kívülről meghatározott morális vezető elvvel. Hiszen ha csak ketté vágod és elveszed az üzletük felét, és odaadod a ki tudja kinek, aki jelentkezik annak az üzemeltetésére, ugyanúgy a felétől esnek el, tartsák meg. Csak vállalaton belül feleződjön le az elvek miatt. A másik B javaslatom a feldarabolásra, daraboljuk fel egy platformot üzemeltető, ilyen infrastruktúra üzemeltető hosting cégre, és egy szerkesztő cégre, és ahhoz folyjon be a reklámbevétel a kettő közül, amelynek nem érdeke a morál ellenében is szerkeszteni. Én továbbra is azt látom, hogy az, hogy az internet, most akkor ez alatt értsd éppen a Facebookot, tehát az, hogy a szellemeink össze vannak kötve, az egy lehetőség és egy fenyegetettség egyben. Amíg ezzel nincsen beoltva, amíg nincsen beoltva a morállal ez a dolog, addig ez egy fenyegetettség. Oda szórták elénk a szilíciumot, és abból építhetünk még processzorokat, építhetünk belőle üveget, amin rálátunk arra, hogy mi történik. Építhetünk belőle nagyítót, ami csak feljebb lobbantja a tüzet, vagy homokot, ami eloltja. Ezek a döntések nincsenek meghozva, csak szét van szórva a völgyben a szilícium. Visszatérve a multikra, tehát igen, jó, abszolút, csak hogy az van, hogy ahogy az előbb is mondtam, tehát azt látni kell a modern világban, hogy a multik szabad cselekvésének ellentételezésére egyedi nemzeti kormányzatok nem lesznek elegek. Ez így van. De a megoldást... Elvileg erre hoztuk létre az Európai Uniót, nem? Pontosan. De a megoldást azt nem a feldarabolásban látom, hanem továbbra is abban, hogy olyan nagy államközi szövetségek egységes értékrendszer mentén lobby harcoljanak. Ilyen entitások ellen máshogy ezt nem lehet. Csak ugye az a baj. Hogy oldod meg, hogy kivásárolnak minket. Azt a problémát, hogy oldod meg, hogy oda mennek konkrétan azokhoz a képviselőkhöz, akiknek a szavazatán múlik az, hogy egy ilyen döntés átmenjen. És olyan pénzeket ajánlanak nekik, amely pénzeknek a fejében ők máshogy fognak szavazni. Azért, már amit az Európai Unió, meg amit már a németek ki erőszakoltak a Facebookkal szemben, én nem mondom, hogy ez egy győzelem, de abba az irányba mutat, hogy igenis lehet érdeket érvényesíteni a Facebookkal szemben is. Én nem mondom, hogy ez egy siker, de azt sem tagadhatjuk, hogy igenis ennek a fajta nyomásgyakorlásnak volt értelme. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy elkezdjük-e ezt csinálni. Tehát engem minden apró győzelem érdekel, amit ezügyben elérhetünk, de jelenleg ennek az összefogásnak a legnagyobb hátráltatója maga a Facebook. Tehát a Facebooknak köszönhetjük azt többek közt, hogy nincsenek ilyen összefogások. Hogy ma a népharag, illetve az emberi függetlenségnek a legnagyobb ellensége nem a multinacionális tudatgyár lett, hanem a másik identitású ember. Ezt többek közt a Facebooknak köszönhetjük. A Facebook egészen ügyesen érte el, hogy ő, mint a tudatipar
szinte monopól beszállítója ne kerüljön a céltáblába, hanem kerüljön a céltáblába a szerencsétlen non-bináris identitású szomszédunk, meg az oltástagadó unokaöcsénk, ugye? Hirtelen ezek lettek a nagy töréspontok, amik mentén a nagy globális ütközeteinket le akarjuk vívni. Előbb azt mondtad, hogy minden nemű, én azt hittem, hogy a non-binárisra gondolsz. Ez a szó is egy új jelentésre tagadott, azt hiszem. A kritikus tömeg az, amit az interneten való szellemek összekapcsolódása okozott, az, hogy kis ügyekhez is összejön a 100 ember, az 500 vagy az 500 ezer, csak ugye mik ezek az ügyek? Ez nincsen kiválogatva, vagy milyen minőségű emberek szellemét kapcsoltuk össze. Ez az, ami elszabadult, hogy eddig lehet, hogy volt 4-8-10 káros ideológia, most teret kapott 3000, mert minden kis klub akár jót akar, akár rosszat, tudtával vagy anélkül eléri az iránt érdeklődőket, és ezt ők meg nem tudják, vagy nem akarják, vagy nem érdekük kordában tartani. Visszatérve ahhoz egyébként, hogy itt perelni szeretnének, emlékeztek a Chicagóban összeállt közösségre, akik együtt akarták a MÁV-ot beperelni a vagonírozás miatt. Ezt ugye elejtették. Most itt is rettenetes, ami történik, de az, hogy az áldozatok nevében valakik nyilván abból a közösségből akarnak pert indítani, hiszen nem jut el odáig, hogy ez a per egyáltalán megnyíljon. Nem a perelés a megoldás, hanem az, hogy ez hogyan ne alakulhatott volna úgy, hogy ezt az egyébként emberileg és úgy, mint Burmát, mint 70-valahány százalékban buddhista vallású országot ilyen emberi minőségben lásd, hogy ezt csinálja a kisebbségével, oda nem kellene eljutni, de amilyen minőségű emberekkel ez történik, azoknak az összekapcsolódását, a beszédét, az online véleményének a megformálását, azt hiszem, hogy nem ezekre a gépekre kellene bízni. Nem újdonság az, hogy nem férünk a közös ügyeinkhez. Az elmúlt évszázad utolsó éveiben zajlott egy per a Microsoft ellen, amelynek az eredménye az lett, hogy hozott a bíróság Amerikában egy jogerős bírói döntést arról, hogy a Microsoftot föl kell darabolni. Jogerős ítélet született erre vonatkozóan. És aztán 2000-ben jött George W. Bush, és megállapodtak Bill Gates-szel, egymás tenyerébe csaptak. És ezt a jogerős bírói döntést, amit már csak végre kellett volna hajtani, már végrehajtásra várt az ítélet, a kormányzat egyszerűen nem hajtotta végre. És egy évre rá jött 9-11, és az egész téma elsikkadt. Az egész téma lekerült a napirendről. Na és akkor így komoly pofával kéne asszisztálnunk ahhoz a hiedelemhez, hogy az Amerikai Egyesült Államok egy jogállam, ahol született egy jogerős bírósági ítélet, és nem hajtották végre. És most ott tartunk, 20 évvel később, hogy a szemünk láttára weimarizálja rohamosan egy másik tudatipari multi, a Szilícium Völgynek egy másik nagy cégóriása, a Facebook a társadalmainkat. És csodálkozunk azon, hogy tehetetlenek vagyunk. A helyzet az, hogy nem csak a politika, hanem a média, a gazdaság minden vonatkozásában gyakorlatilag nem férünk a saját sorsunkhoz. Arról van szó, hogy be van zárva a pilótafülke, a robotpilóta vezeti a repülőgépet, az az állítás, hogy ezzel a robotpilótával landolni tudunk, sose próbáltuk, sose láttuk azt, hogy a robotpilóta le tudja rakni a gépet, azt látjuk, hogy a levegőben tudja tartani a gépet a robotpilóta, és minden kompetenciánk az, hogy csirkét kérünk, vagy marhát kérünk, hogy vörösbort kérünk, vagy fehérbort kérünk, és hisztizhetünk, hogyha nem elég hideg a pezsgő. Ezek a kompetenciáink. Nincs beleszólásunk, és nincs jogunk arra, hogy betörjük a pilótafülke ajtaját, de kísérlet sincs erre vonatkozóan. És még egyszer arról az Egyesült Államokról beszélünk, amelyiknek a egyik legnagyobbnak tartott elnökét pont a trösztelenes törvények emelték a magasba, és még egy gondolat ide, mielőtt ránk csukódik tényleg ez a tudatbörtön,
ha most egy ha most deplatformálni szeretnénk a Facebookon, a Facebookot tömegesen is így megszüntetni a hatalmát, hol szerveznék meg? Na hát ezeket a platformokat kéne először is létrehozni. Tudod, amikor Roosevelt volt az Amerikai Egyesült Államok elnök, akkor még volt elnöki hivatal. Akkor még volt az elnöknek tekintélye, és még volt az államnak étosza. Hát ez az, ami mára megszűnt. Nem is olyan egyértelmű, hogy van Amerika. De már szétszakadni sem tud Amerika, mert minden államnak a városai azok demokraták, és a vidéke az pedig republikánus. Tehát ez az észak, meg ez a dél olyan módon még háborúzni sem tud. Olyan módon még szétszakadni sem tud, ahogyan a 19. században tudott volna. Karcsi vagyok. Tegnap egy nagyon érdekes beszélgetést láttam. Hajdú. A hívott számon előfizető, illetve szolgáltatás nem kapcsolható. Ez az Önkényes Mérvadó a Spirit FM-en. Kapcsolj el bátran! A folytatásban konzervativizmusról és progresszivizmusról fogunk beszélgetni. Kassai Lajos nélkül pedig aztán azt hiszem, hogy az eketal betegség szóvivője minimum szívesen hallgatja meg a gondolatainkat, hiszen ezügyben ültünk össze vele is, és azt hiszem, hogy most sem lesz másról szó, nem állást foglalunk, vagy oldalt választunk, hanem megpróbálunk ismertetni és értelmezni. Jól gondolom? Progresszivizmus és konzervativizmus. Hát én úgy gondolom, hogy a konzervativizmusnak is van egy színe és egy fonákja, meg a progresszivizmusnak is van egy színe és egy fonákja. És azért nehéz önmagában beszélni ezekről, mert mind a kettőhöz tartoznak nemzedékek, és mind a kettőhöz tartoznak nagyon emblematikus figurák, meg olyan politikai irányvonalak, amelyek akár évtizedeken át meghatározták a nyugati civilizációnak az irányát, meg a diskurzusait. A konzervativizmushoz tartozik egy fényes oldal. Ez az én szememben a konzervativizmus fényes oldala az a pragmatizmus. Annak az élménye, hogy nem ezen a világon jön el a megváltás. Nem ezen a világon kell az embert megváltani a szenvedéstől, a nyomorúságtól, hanem arra kell törekedni, hogy lehetőség szerint kicsit igazságosabb, kicsit normálisabb, kicsit élhetőbb legyen a világ, hogy alapvetően nem itt ezen a világon fog eljönni a mennyország, és akik ezt ígérik az emberiségnek, azok poklot hoznak. És ennek azért azt hiszem, hogy ez nagy részt teljesült. Tehát akik ezen a világon ígérték a mennyországot az embernek, azok a poklot hozták el az emberiségnek ezen a világon. De van a konzervativizmusnak egy árnyoldala is. És ez pedig a reakciós szellem. Ez pedig az, hogy bármi, ami új, és úgymond progresszív, azzal szemben egy reakció igényével kell fellépni, azzal szemben ellenállást kell tanúsítani, hogy törvényszerűen minden, ami régen volt, már önmagában a hagyomány által legitim, a alapvetően inkább származik a hatalom, az uralom joga a vérből, mint a népből, és hogy ellen kell feszülni mindennek, ami a világot úgymond ideák mentén jobbá formálná. És én azt gondolom, hogy ezek között a szellemek között, ezek között szakadékok húzódnak, de nem lehet elvitatni, mert hogy mindannyian a konzervativizmusnak a törzséről hajtottak ki ezek az ágak, ezek a leágazások. Kínálnék az a konzervativizmus pozitív oldalához egy alternatív gondolati alakzatot. Tehát azt gondolom, hogy a konzervativizmus
felfogható úgy ideológiailag, mint egy olyan elképzelés a világról, hogy minden egyes társadalom az hordoz bizonyos értékeket, minden egyes társadalmi konstrukció, és ezeket nem szeretnénk a következő generációkban elveszíteni. Tehát ez mondjuk ilyen építkezés elv. Tehát nem szeretnénk folyamatosan felrúgni, tehát akarunk építeni egy dómot, akkor nem érdemes, mit tudom, 50 évente felrobbantani az egészet arra hivatkozva, hogy megváltozott az építészeti stílusunk, mert nem fogunk építeni a végén semmit, hanem hogy konzerválni kell, meg kell tartani olyan értékeket, amelyek áthúzódnak emberöltőkön, mert ezekre alapozva tud egy társadalom majd egyre magasabbra és feljebb jutni. De vajon kiválogatjuk-e, hogy mi a jó? Na hát. Csak hogy hadd citáljak ide egy példát a helyes erőfeszítésről, ez megint banálisan hangzik, egy programozó meg talán ki is röhögi, de hogy a helyes erőfeszítés állapotának a megtalálásához 4 dolgot ajánl a filozófia. A még létre nem jött káros állapotok létrejöttének megelőzését. Tehát, hogy eddig lehet, hogy valami rossz volt, de több rossz ne jöjjön, hiszen dolgunk van a többivel. 2. A már létrejött káros állapotok elhagyását, azaz ami rossz, azt válogassuk ki és szüntessük meg. 3. A még létre nem jött üdvös állapotok létrehozása, tehát alkossunk jót. És 4. A már létrejött üdvös állapotok fenntartása. Az ember nem gondolkodik ennyire szisztematikusan, hanem azt mondja mondjuk a progresszivizmus, hogy hozzunk létre. Hozzunk létre, ami jó, de vajon igyekszünk-e jót létrehozni, vagy teljesen elalélunk attól az állapottól, hogy ez valami új, ez valami eddig ismeretlen, hurrá, csináljuk, aztán majd utólag valaki értékel, és ugyanez a konzervativizmusról. Tartsuk meg, de nem azt mondjuk, hogy tartsuk meg, ami jó, vagy nem azon így, afelé igyekszünk-e, hogy hát aminek már hagyománya van, jaj, azt ne bántsuk, ne változtassunk, hát nagyapáink is így éltek, ezt tették. Zavarba ejtő a progresszivizmusról beszélni önmagában, mert ugye a progresszivizmus az jelentheti ezt a liberális típusú, és jelentheti ezt a szocialista típusú progresszivizmust, de segítségünkre vannak a kor liberálisai és szocialistái, akik egymás ölelő karjaiba vesztek gyakorlatilag. Én azt hiszem, hogy ennek alapvetően a Churchill és a Stalin közti szövetség az eredete. Hitlerrel szemben, vagy hogy úgy mondjam, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszmevilágát felidézve, az egyenlőséggel szemben a... Nem. A testvériséggel szemben a szabadság és az egyenlőség összefogott. A Churchillnek, meg a Stalinnak a személyében. Nehéz ma már azt mondani, hogy na ez itt liberális, na ez itt szocialista. Mert gyakorlatilag a progresszivizmus fölfalta ezeket. Beintegrálta, beolvasztotta. Ma már nem lehet úgy önmagában valaki liberális, vagy ha önmagában liberális, és semennyire sem szocialista, és elveti a szocialistáknak, vagy úgymond a kultúrbalnak ezt a világ megváltó szellemét, ezt a emberiség jobbító szellemét, a woke szellemét, az már tulajdonképpen konzervatív. Tehát a liberálisoknak még mindig van egy vegyértékük a konzervatívok felé, és még mindig van egy vegyértékük, egy erős vegyértékük a szocialisták felé, de a kultúrharc ezt a kettősséget tagadja és támadja. Azt állítja, hogy nem lehetsz liberális, csak ha a szocialistákkal szövetkezel, illetve, hogy nem lehetsz liberális, csak ha a konzervatívokkal szövetkezel, ez a harmadik pólus, ez a harmadik erőtér, ez a harmadik lehetőség, ez folyamatos támadás, és pedig kétfrontos támadás alatt áll. Ennek szellemében a progresszivizmus, így most már a 21. században önmagában, önértékén is értelmezhető, és ennek is van egy színe és egy fonákja. Én azt gondolom, hogy ennek a színe az a jogvédelem, ha liberális progresszivizmusról beszélünk, illetve a szociális érdekvédelem, hogyha szocialista progresszivizmusról beszélünk. Tehát a konkrét ember jogaira vonatkozó, a konkrét munkavállaló munkavállalói jogaira, életére, életmódjára, életminőségére, jövedelmére vonatkozó politika nevezhető ennek a jó értelemben vett progresszivizmusnak, és bizony a progresszivizmusnak is van egy árnyékos oldala, van egy sötét oldala.
Hát ez pedig úgy lehet nevezni, hogy ez a felforgató szellem, ez a felforgatás szelleme, ami valójában a reakciós szellemmel áll szemben. Alapvetően soha nem a jogvédő liberálisoknak a jogvédő küzdelmével, vagy a szociális érdek képviseletekkel, vagy akár most úgy mondjam, hogy a szakszervezetekkel, vagy a hagyományos értelemben vett szocialista vagy szociáldemokrata pártokkal áll szemben, hanem mindig és kifejezetten a kultúrballal áll szemben, a kultúrharcnak a frontján áll szemben, és ezek közül, és ma már gyakorlatilag ez határozza meg a politikai beszédet. A progresszivizmus ezt a felforgatást jelenti, a konzervativizmus meg ezt a reakciósságot jelenti, már csak egymással kommunikálnak, és csak egymás legelvetemültebb, legleajasultabb, leguszítóbb, leggyűlöletkeltőbb, bármiféle társadalmi érzékenység iránt legszemtelenebb irányzataival vitatkoznak. Hát tulajdonképpen két szélsőségnek a diskurzusa az, ami zajlik, és minden más, ami középen van, választás elé van állítva, hogy akkor takarodja Trump mellé, vagy takarodja Hillary Clinton mellé. Nincs középen tér, és középen ez a tér egyre inkább megszűnik, és azt látom, hogy akár a konzervatív oldalnak a pragmatistái, akár a progresszivista oldalnak ezek a jogvédő liberálisai vagy szociális érdekvédő szocialistái kiszorulnak a diskurzusból, mintha a 20. században maradtak volna ezek az irányzatok meg a céljaik. Holott a szociális körülmények egyáltalán nem megoldottak, főleg nem a harmadik világban, gyakorlatilag nincsenek is szociális körülmények. A emberi jogok, azok ebek 30-adjára vannak vetve, és igazán senkit nem érdekelnek. Az egész, valójában a kultúrharc elragadta a közös ügyeinket és a közös ügyeinkről szóló diskurzust, és minden egy modellezett térben, egy szimbolikus térben, egy absztrakt térben, egy absztrakt nyelvi térben, és ezeknek az amerikai kollégioknak ebben a ritkás levegőjű és a valóságtól, a hétköznapoktól végtelenül elidegenült közegében tenyészik. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tudja kapcsolni ahhoz, amit a Robi mondott, részben vitatnom kell egy részét annak, amúgyan ő a konzervativizma, jó, ugyan te a konzervativizmust leírod, de az talán nem baj, vagy talán a kettő át tudja fedni egymást. Én azt gondolom, hogy a konzervativizmus ideológiai alapképének egy fontos mozzanata az, hogy van érték, amit megőrzünk, vagy a jelenben, vagy a múltban. Ugye ez a, mondjuk mondhatjuk azt, hogy több szín van itt ezen a skálán, de mondjuk az egyik klasszikus állítása a konzervativizmusnak az valamilyen olyan aranykori, vagy ezüstkori, vagy előző kori állapotra való visszatekintés, egyfajta nosztalgia, ahol voltak olyan értékek, amelyek mára kikezdődtek, elvesztek. Ebből a szempontból egyébként, bocsánat a gondolati csavarért, de ebből a szempontból mindig is volt egy posztmodern olvasata a konzervativizmusnak, legalábbis ezen szárnyának, amelyik nem azt mondta, hogy most, tehát egy olyan filozófia, olyan ideológiai, ami nem tud hivatkozni önmagára, hanem azt mondja, hogy ott van egy elveszett jelentés, és én az elveszett jelentésen keresztül kommunikálok, ez meglehetősen posztmodern húzás. Na, de mindegy, tehát hogy azért értjük, hogy mi a lényeg, tehát hogy mit tudom én a középkori falusi társadalomban milyen nagy volt az összetartás, az embereknek mennyire világos volt a helyük a világban, nem akarom ezt a gondolati ívet tovább húzni, tehát hogy voltak olyan értékek, amelyeket elvesztettünk ekkor, meg akkor, vagy amakkor a világban, és akkor megvannak határozva ezek a fő töréspontok, ahol ezek az értékek elvesztek. Klasszikusan ilyenek tartják a felvilágosodást, vagy ilyenek tartják a 68-as eszmeiséget. Én most nem ezzel szeretnék vitatkozni, inkább megfordítanám a dolgot, hogy hol van ennek haszna. Szerintem könnyű támadni a konzervativizmust ezeken az alapokon, de könnyű arról is elfeledkezni, hogy visszatérve erre a hülye domépítős hasonlatomra, hogy tényleg szeretnénk társadalmat építeni, és én avval a gondolattal például egyet értek, hogy szerintem nem jó dolog 15-20 évente újra kezdeni azt a vitát, hogyha egy nőt megerőszakolnak, akkor ő hibás-e vagy nem.
ebben. Tehát, hogy a konzervativizmus azt mondja ellentétben ugye a progresszióval, hogy ne kezdjük újra ezt a vitát, jó? Tehát, hogy ebben megállapodtunk, hogy nem a nő a hibás, nem fogunk erre 75-ször nekiállni, vitatkozni erről. Ezt axiómaként fogjuk mostantól elfogadni, és ez egy érték lesz, ez egy civilizációs érték lesz, hogy nem kell minden egyes esetben nekiállnunk és megvitatnunk ezeket a dolgokat. Ez egy abszolút konzervatív érték. Mondok durvábbat, amit nem szoktak gondolni, hogy egyébként maga a PC az egy teljesen konzervatív törekvés. Tehát a PC maga, mint gesztus, hogy én azt mondom, hogy ez a közösség abban maradt, hogy ilyen meg olyan módon... Te ezt nem mondhast. Ilyen módon gondolkodunk egymásról. Én ezt törvényi szabályozói keretbe hozom, mert nem szeretnék újra belemenni a rosszok közötti vitának bizonyos részébe. Nem a PC-ről akarok beszélni, nyilván nem akarom elterelni ezt a dolgot efelé, hanem az érték megőrzés aktusait látjuk, hol jó irányba, hol nagy hatékonysággal, hol nem. És én azt gondolom, hogy ezek fontos dolgok. Rettetesen fontos dolgok, avval a fogyasztói kapitalizmussal, ami hirtelen eluralta a világot, nagyjából a 60-as években volt az a nagy technológiai forradalom, ami aztán tovább gyűrűzött, olyan mértékű változásokat hozott, amelyeknek ezt a fajta értékmegőrző kritikáját nagyon keveset halljuk. Tehát aki a új szociális platformok kapcsán felvetette azt a kérdést, hogy jó-e az, hogy minden elemi érzésünket, amit valaha megélünk, 4 darab ikonra fordítunk, és ez lesz közöttünk, és ebben kereskedni fognak cégek, ez jó-e? Ezt egyébként a Bo Burnham kérdezi az Inside, egészen legendás. Mindegy, tehát hogy jó ez, ha ezt valaki 2008-ban mondja, vagy itt a 2010-ben, akkor hülye bigott idiótának tartották, aki a technológia ellensége, ugyebár. És ma meg mégiscsak azt gondoljuk, hogy ez egy érdekes kérdés. És mielőtt rátérnék a progresszióra, tehát azt gondolom, hogy a konzervativizmusnak nagyon fontos szerepe van, és most van egy fontos szerep, amit egyáltalán nem tölt be, ez pedig a kulturális szerepe. Tehát a konzervatív ideológia egyik legfontosabb feladata most a kulturális értékeink megőrzése és védelme lenne. Ismerjünk reformkori magyar írókat, ismerjük a saját történelmünket, ismerjük a saját közösségünket. Ezt ma egyáltalán nem látja be, hiszen egy múltbeli tökéletes állapotra hivatkozva folyamatos utóvédelmi harcban van a progresszió támadásával szemben, és mindent csinál, csak a feladatát nem, és nem védi meg Kosztolányit és mit tudom én, John Coltrane-t, hanem éppen tűzzel vassal védi azt, hogy a biológiai nem írja le a társadalmi nemet is. Én azt hiszem, hogy a kultúrharcot is az emberi jogok iránt érzett érzelmek hajtják, tehát nem arról van szó, hogy nem, csak más jogok kárára. De a fókusza annyira szűk, hogy az már kárt okoz valamilyen másik szándékban. És azt is gondolom, hogy ahogy ezt valamikor a múlt héten már mondtam, hogy ahogy az Obama-féle change szemben áll a Trump-féle great again-nel, úgy hiányzik mellőle az ág, hogy save, hogy megmenteni. Hogy ugye a változtatásra való igény az olyan, hogy mindent változtassunk meg, mindent szorozunk be -1-nel, ez így nem volt jó, fordítsuk meg az órajárását. A great again az nem az, hogy menjünk egyre följebb, hanem forduljunk vissza oda, ahol már egyszer jó volt. Nem, nincs olyan nagy különbség a change meg a great again között. Mind a kettőt marketingesek gyártották le, és mind a kettőt a korszellemnek kedves módon. A korszellem a protestnek kedves. És a change is, meg a great again is ugyanezt a protest érzelmet fejezi ki. Arról van szó, hogy most az egész emberiség föl akarja borítani az asztalt, és bárki, aki nyerni akar, az azzal jön, hogy change, vagy azzal jön, hogy great again. És aztán látjuk a politikát, a politika valóságát, és azt látjuk, hogy a szöges ellentétét kínálja, de a hívószavak, a marketing szlogenek, azok szinte szóról szóra megegyeznek egymásnak, mert én azt hiszem, hogy tulajdonképpen azok a marketingesek, akik ezeket a tanácsokat adják, tulajdonképpen egy helyen lettek képezve. Még azt se zárom ki, hogy egy és ugyanaz az on-marketing cégeket bízzák meg, de ha nem is így van, valójában nincs két marketing kaszt. Sőt, hát politikai kasztból sincsen kettő, de a politikai kasztnak legalább meg kell játszania önmaga kettősségét. A marketing kasztnak erre semmi szüksége. Hogyha azt kérdezik tőled, hogy milyen tanácsot adsz, akkor azt mondod, hogy légy protestpolitikus és nyerni fogsz, mondd azt, hogy change. Ja, az 4 éve volt, mondd azt, hogy great again.
Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Gödri Bulcsúval. Itt a Spirit FM-en. Progresszivizmusról és konzervativizmusról beszélgetünk az elmúlt fél órában. Szerintem Bulcsú, nálad a labda. Beléd ragadt valami. Szóval az egész felfogható úgy is, mint egy videójáték végén játszásának ideális stratégiájával, hogyha szigorúan konzervativisták vagyunk, akkor nem merészkedünk új teritoriumokra az új, a jól megismert helyünkkel szemben az adott játékban. Gyakran használjuk a save gombot, nehogy elvesszen valami kulcs dolog. És azért... ők a kemperek, akik behúzódnak egy helyre. Pontosan, és azt már ismerjük. Mindenki más meg nem hal, vagy viszi az átlót. És abban egyre tökéletesebbek és tökéletesebbek leszünk. A progresszív ebben szemben mentés nélkül neki rohan a boss fightnak, aztán lesz, ami lesz, ugye? És valahol nyilván a kettő között lenne a jó, tehát meg is őrzünk lépéseket, ahol előre haladtunk, és nyilván előre is haladunk. Két példát szoktam mondani a konzervatív gondolatnak a végjátékára, hogy önmagában a konzervativizmus miért nem lehet egy jó társadalom szervező, önmagában még egyszer. Tehát, hogy ha csak ez van. A két példa az a Spárta és a japán társadalom szokott így eszembe jutni. Ugye Spárta az aztán ultra konzervatív volt, nagyon egyszerű, világos volt a szokásrendje. Csak fasisztának egész nyugodtan. Világos, az volt, de most ebből a szempontból ultra konzervatív is, mert egyébként a fasizmusban volt progresszió, tehát képes volt hajolni a fasizmus arra, mert a politikai szándékai megkövetelték, a spártaiak nem voltak ilyen könnyen hajló típusok, azok hittek valamiben, és azt csinálták egészen sok generáción keresztül. A japánok hasonlók erre, akiknek nagyon komoly izolációs politikájuk volt, és nagyon komolyan egyfajta értékrendet vittek tovább. Hát egyik civilizáció történelmi ívese alakult túlzottan fényesen. Ugye Spárta annyira jelentéktelenedett, hogy már nem is volt a végén harcértéke elfoglalni, Japánnal pedig tudjuk, hogy mi lett. Tehát azt látni kell, hogy önmagában a konzervativizmus nem lesz jó a számunkra. Ennek egyébként nagyjából két oka van. Az egyik az, hogy a konzervativizmus számára oly közelálló természetfogalom, ugye a konzervativizmus nagyon szereti a természet fogalmat, van egy ős természet, van természeti törvény, és a természeti törvény adja az ő legitimációjának a nagy részét. Hát az a baj, hogyha ezt a természet fogalmat egy kicsit megpiszkálom, akkor rögtön kiderül, hogy a természet minden csak nem stabil, meglehetősen fluid rendszer, és az evolúciótól lehet tanulni valamit, akkor az nem az, hogy férfi csak nővel párosodhat, hanem az, hogy adaptálódj, ahogy csak tudsz. Talán ez a természet legfontosabb üzenete, plusz ez a fajta természetesség, ez egy teljesen absztrakt filozófiai képződmény. A társadalmi ember ugyanúgy a része a természetnek, akármit is szeretnének erről gondolni a konzervatívok, mint bármi más része a világnak. De szerintem ugorva a konzervativizmusról a progresszió felé. Én azt gondolom, hogy az alapvető különbség az abban van, hogy egy baloldali gondolkodású ember, vagy egy baloldali gondolkodású ember alapvetően abból a tényből indul ki, nagyjából Marxnak a nyomán, hogy az embert legjobban, az ember cselekedeteit legjobban leíró dolog, az a társadalmi körülmény rendszere. Ha én megváltoztatom a te társadalmi körülményeidet, akkor megváltoztatlak téged is. Az emberek olyanok, amilyennek a társadalmi körülményei. Ha akartok erre egy jó példát, akkor a Zimbardónak a börtönkísérletei jussanak az eszetekbe. Nem az ember válik ördöggé, hanem ha felépítesz egy ördögi rendszert, abban majdnem minden ember olyan módon kezd el működni. Tehát ha azt szeretnéd, hogy a rossz emberek jól viselkedjenek, a körülmény rendszert változtass meg, hogy nagyon leegyszerűsítsem, kb. Ez a baloldali agenda. És ezért a baloldali az mindig alapvetően a társadalmi szerkezetet próbálja megváltoztatni egy igazságosabb, meg jobb társadalom érdekében. Ez az, amit a baloldal kritikusan jellemzően társadalom mérnökösködésnek szokta hívni, aminek láttuk a sztálinizmusban elkövetett áldozata, és stb. Ez a egyszerűsített olvasata a baloldalnak. Ezzel szemben a jobboldali ember, vagy konzervatív ember az alapvetően azt gondolja,
hogy az embert leginkább nem a környezete, hanem önmaga írja le. Ezért a legfontosabb szempont az ember a cselekvő egyén számára minél nagyobb szabadságot és minél nagyobb felelősséget adni. Ugye ez később, főleg a protestáns etikában ez válik a fő fókusszá, ez az ember azért gazdag, mert kiválóbb volt, mint a többieknél, ügyesebb volt a többieknél, és ennek a... Itt ér össze a liberalizmus és a konzervativizmus. És igen, és ez a húzó hatás, tehát most természetesen mindegyiknek a liberáliságáról beszélek, tehát most azért, mert a többiről nem érdemes ebből a szempontból, de hogy ez a húzó hatás, hogy látok embereket, akik ügyesek, akik jobbak, különbek a többieknél, és ezek felhúzzák a többieket, és arra inspirálják, hogy nagyszerű, kiváló dolgokat tegyenek. Például a konzervatív vizmussal néha kacérkodó Jordan Petersonnak, és ezért nyilván ez az egyik legfontosabb tételmondata a társadalom filozófiáról beszél, meg ez az egyik nagy szembeállása a baloldallal, hogy nem arról kéne beszélni, hogy a társadalom milyen módon segít a szegényeket például, hanem arról kéne beszélni, hogy milyen fontos az egyéni szabadság és az egyéni felelősség. És a modern társadalomnak a legnagyobb baja az az, hogy a felelősséget az lerugdossa magáról, és mindenféle könnyített pályákat kíván magának. Én azt gondolom, hogy mind a két filozófia homályosan látja a világot, mind a kettőnek hatalmas vakfoltja a másik a kormányzásban, és mind a kettő rettetesen rászorul egymásra. A pusztán topzoldó baloldali gondolkodások gyakran rúgják le az emberekről a felelősséget, és ezáltal néha beragadnak, mert nincs az embereknek az a megfelelő felhajtó ereje, hogy valódi társadalmi változást okozzanak. A konzervativizmus meg ebbe a felfogásba meg klasszikusan bekényszeríti az embereket olyan zsákutcákba, Squid Game, amiből látszólag ki lehet törni, de valójában egy nagyon ördögi játszmában valójában semmilyen eredmény nem lehet elérni. A Bulcsú az imént világított rá arra, hogy a MeToo intézménye az bizony konzervatív. Annak a szelleme, a szellemi alapjai bizony konzervatívak. És a politikai korrektség követelményrendszere szintén konzervatív. Hogy miről szól a MeToo? Arról, hogy ne fütyülj a nők után, mert lecsuklak. Hát ez nem progresszivista. Tehát ez, még hogyha fölforgató is, mert tény, hogy felforgató, nem progresszivista. Mit mond a PC? Ne használj ilyen és olyan kifejezéseket, ne használd az N betűs szót, tudod? Mert nem érdekel a jelentése annak, amit mondasz. Nem érdekel. Nem vizsgálom a jelentését annak, amit mondasz. Ha te az N betűs szót használod, akkor rasszista vagy. Mert nem értesültél arról, hogy mi odafönt az akadémián, vagy az ezen vagy azon a kampuszon, vagy itt vagy ott, valami nagyon-nagyon fontos bélyeggyűjtő szakkörben megállapodtunk arról, hogy aki ezt a kifejezést használja, az már pedig fasiszta, az már pedig rasszista. Tehát ne használd ezt a kifejezést. Erre megint csak nem lehet azt mondani, hogy ez egy liberális nézőpont lenne. Ez nem liberális, ez konzervatív. Csak egy felforgató konzervatív álláspont. És most akkor eljutottunk oda, hogy két álláspont van a kulturális térben, és ezeknek az álláspontoknak a küzdelme a kultúrharc, egy felforgató konzervatív és egy reakciós konzervatív álláspont. Ez a kultúrharc, és valójában a baloldal mára elsajátította a szexuális ellenforradalomnak a szellemét, továbbá elsajátította a véleménynyilvánítás elleni harc szellemét és követeléseit. Erre mondom azt, hogy 1968 ellenforradalma zajlik, és ez az ellenforradalom, ez már eddig is létezett, csak ez egy jobboldali konzervatív hatás volt 1968-on. Jobboldalról támadták 1968-at. Nem létezett az a baloldali álláspont, hogy 1968 hiba volt, tévedés volt, forduljunk vissza. És ma már létezik. Ez is nagyjából egyidős a Facebook felfutásával, nagyjából a MeToo-val, de az alapjai, a szellemi alapjai, kár lenne tagadni, hogy már jelen voltak az 1990-es években. Tulajdonképpen az a Bill Clintonnak a kormányzása volt az első hulláma a politikai korrektségnek. Szóval, hogy arról van szó, hogy az 1968 ellenforradalma az egy kétfrontos harc lett. És ma már
gyakorlatilag van egy felforgató konzervatív és egy reakciós konzervatív támadás két irányból 1968-al szemben, és a helyzet az, hogy a jobboldaliak meg a trollkurzusnak a teoretikusai azok röhögve dőlnek hátra, és mondják azt, hogy hát mi mindig is ezt mondtuk. Mi mindig is azt mondtuk, hogy 68 tévedés volt. Most már legalább ti is látjátok. Lehet, hogy megint magától értetődő lesz, amit mondok, és fölösleges vagyok itt, de akkor mondjuk, hogy én felelek abból, ami eddig elhangzott. Az előbb megneveztük a Change-et és a Great Again-t. A Change, ami mindent megváltoztatna, ez lenne a felforgató konzervatív. Míg a Great Again, ami szerintem visszavágyás és visszafordulás a jó állapothoz, ez lenne a reakciós konzervatív. És nem beszéltük meg a megmentő oldalt, azt, hogy szép, hogy mit tartsunk meg. Ez volna az értékmentés, de olyan szépen hangzik az, hogy értékmentés, olyan szépen hangzik az, hogy hagyományőrzés, na de vajon kiválogatja ki? A megmentető értékek elismerésével kezdődik, hogy belátom, hogy ki kell mondanom, hogy mi lett kudarc, amit előtte én támogattam, és mi lett siker, amivel az elején nekem ellenérzésem volt. Nem én találtam ki, de belátom, hogy jó. Ezt a gesztust kell megtenni, hogy kiválogatásra kerüljenek a megőrzendő dolgok. Na most erre ki képes? Ezt vagy együtt tudjuk elvégezni, vagy pedig mindkét oldal nélkül. Én azt gondolom, hogy az eszköze annak, hogy kiválogatásra kerüljön, hogy mit kell megőriznie a konzervativizmusnak, és mi a jó abból, amit a progresszivizmus létrehozott, annak az eszköze, kicsit a magunk felé hajlik a kezem, a kritika, az értékelés, a szanálás, és egyébként utána a nemzetközi egyezményekbe való oltás, hogy ezt amennyire tudjuk a belpolitikától függetlenítsük azokat az eredményeket, amikben aztán egyetértettük. Csak hát az a probléma, hogy ez a mondás, hogy save, ez a mondás, hogy mentsünk, ez nem korrelál a korszellemmel, ezt nem támogatja a korszellem. A change és a great again az egy olyan mondás, ami tulajdonképpen a korszellem által fújt passzát szélbe fordított vitorla. Ha valaki meg akarja hajtani a vitorlás hajóját, akkor a change vagy a great again mondását bele tudja forgatni ebbe a szélbe, és az meghajtja a vitorlást. Ez a mondás, hogy save, ez nem hajt meg semmilyen vitorlást. A korszellem egyszerűen félre söpri ezt a mondást, meg önmagában az ahhoz tartozó ilyen válogatást. Kiválogatni, hogy ez jó volt, ez nem volt olyan jó, ez azért jó volt, ez nem volt. Átélhető ez? Átélhető ez a posztmodern kommunikációs térben? És önmagában a szembenézés azzal, hogy valamit rosszul csináltunk. Ez átélhető a posztmodern kommunikációs térben? A weimarizáció szelleme az diktálja, hogy amit jót csináltunk, vagy ami jó lett, azt mi csináltuk. Ami meg rossz, azt meg ők. Ők a megrontói a történelemnek, a megrontói az emberiségnek. Tudod, és egy ilyen szituáció érték alapon kommunikálni, és azt mondani, hogy itt ez a válogatás a szív mögött, az a válogató szándék, ez az egyrészt másrészt mérlegelése. Mi sem idegenebb a korszellemtől. Te el tudod képzelni akár Donald Trumpot, akár Hillary Clintont, ahogy egyrészt másrészt ezik. Hát nincs egyrészt másrészt. Vagyunk mi, akik meg akarjuk menteni az emberiséget tőlük, akik meg el akarják pusztítani. Amit most, tehát hogy elképesztően ciki dolgokat fogok mondani, sajnos az az igazság, hogy attól függetlenül az én saját elképzelésem szerint az igazság már pedig ilyen ciki dolgokat tartalmaz. De ezt fel kell vállalni. Ciki az, de szerintem a legprogresszívabb, legfontosabb, inkább úgy van, a legelőrevívőbb dolog most az az aszkézis például, az aszkézis elsajátítása, a másik pedig a kultúrafogyasztás. Ez a két valódi fegyverünk van a jelenlegi társadalmi problémák megoldására, csak az egyik se hangzik túlzottan menőn. Tehát nehéz az aszkézis és kultúrafogyasztás mondataival rettetesen sok pólót eladni, pedig meggyőződésem, hogy ezek az önmérséklet, a saját vágyaimnak a háttérbetolása, főleg mondjuk magasabb tudományos, vagy akár filozófiai, kulturális javak fogyasztásáért cserébe nyilvánvalóan
számomra világos, hogy ez az út, csak ez végtelenül nem menő. És azért nem menő, mert az a rendszer, ami menővé tesz minket, az belebolondít, beleűrít minket egy olyan haláltáncba, egy olyan gyorsított haláltáncba, amiből mindannyian tudjuk, hogy nincsen kiszállás, tehát az agyunkkal mindenki tudja, mégse tudja senki lerakni ezt a fajta drogot. De visszatérve az előbbi megállapításaitokra, a konzervativizmus két ágára, hát valójában tényleg ez történt, a baloldal jelenleg nincsen jelen a politikai érdekérvényesítésből, a baloldal teljes mértékben hiányzik, a politikai ringben nincsenek baloldali jelöltek. Teszem hozzá egyébként az én általam új kedvelt, kattant, valódi elkötelezett balós gondolkodók, mondjuk egy Noam Chomsky, ez meglehetősen nagy harcban van egyébként a teljes létező reprezentált baloldallal. De a hagyományos értelemben vett konzervatívok azok talán vannak, azok talán jelen vannak, azok a fajta konzervatívok, amilyen a Magyarországon egy Jeszenszky Géza, tudod? Ha, persze. Ezek a fajta konzervatívok, a régi vágású konzervatívok, tudod, az a szellem... A nemzeti szabadelvűek, mondjuk például? Igen. Ugye, liberális, hol vannak? Mutas hármat. Liberális konzervatívok, igen. Abban az értelemben vett konzervatívok, akik tudod, ezek a pragma konzervatívjai. Azok, akik nem kultúrharcot akarnak folytatni, hanem ténylegesen azt a fajta értékmentést akarják, amiről itt az imént az Oszi beszélt. Aminek a szelleme mondjuk hajtja a Kassai Lajos. Tehát, hogy ez a régi vágású konzervatív, tudod, akiket felváltottak a Donald Trumpok, fölváltottak az Orbán Viktorok, a Vladimir Putyinok, tudod, ezek a trollok. Ez a régi típusú konzervativizmus, ez hol van? Ugyanúgy nincs jelen, mint a baloldal is. Na, de hol van, és miért tűnt el? Ugye a miért tűnt elnek az a legfontosabb oka, szerintem, hogy a 20. század végének legfontosabb szellemi ütközetét, a felvilágosodásnak a szellemi hagyományát, azt legyőzte a fogyasztói kapitalizmusnak a vágya, és a fogyasztói kapitalizmus nem felvilágosodáspárti, hanem ezotériapárti, babonapárti, rettegéspárti, konteópárti, hiedelempárti és valláspárti, már csak azért, mert ezek sokkal nagyobb aktivitást képesek. Tehát az igazság, gyerekek, hogy ez a kritikus gondolkodás rohadt fárasztó, és közben egy csomó olyan dolgot fogyasztasz, ami nem termel GDP-t. Mi a túró kell a kritikus gondolkodáshoz? Leginkább szabadidő, amit nem akarunk adni a modern embernek, hiszen azt szeretnénk, hogy éjjel 11-kor is munkai e-mailekre válaszolgasson, egyre inkább és egyre többször. Másrészt pedig a másik dolog, ami kell hozzá gondolkodni, meg könyv. Tehát ezek borzasztóan GDP gyilkos dolgok, ellentétben a Conteóval, ami rettenetesen aktivizál, nagyon sok szociális közösséget mozgat, lehet gyártani közös. Tehát nyilvánvalóan elveszítette a felvilágosodás ezt a nagy szellemi ütközetet, tehát az a metódus, ahogyan a felvilágosodásban megismertük azt, hogy hogyan kell beszélgetnünk a dolgokról. Hogyan döntjük el, Robi vagy Oszi, ha közöttünk valamilyen vita van, hát már pedig úgy, hogy leülünk és megmérjük egymáson az érveinknek a súlyát, feltételezve az, hogy te is jószándékú vagy, én is jószándékú vagyok, és te is több akarsz lenni a vita végén, és én is jobb akarok lenni a vita végén, és hogyha nekem kiderül, hogy valamiben nincs igazam, akkor együtt lettünk többek, én is lettem többek, ezt hívják falszifikációnak, több lettem, hiszen tudom, hogy az út az ellenmondásokkal jár, és nem te győztél le engem, vagy én győztelek le téged, hanem együtt adtunk hozzá az ember fejlődéséhez, vagy a közös tudásunkhoz. Ezért szoktam mondani, ha valakivel Magyarországról beszélgetek, nekem egy szabály van, akkor szívesen beszélgetek bármiről, hogy felelősnek érzed-e magad Magyarországért. Felelősnek érzed magad. Tehát, hogy arról beszélünk-e, hogy itt van a Földnek egy közös darabja, amit át kell adni majd az unokáinknak, viszonylag nem sugárfertőzött állapotban, van egy nyelvünk, meg van egy kultúránk, tehát hogy ezért felelős vagy. Ha ebből ki tudunk indulni, akkor, és ha ezt tudod tartani magad, akkor viszonylag tök mindegy, hogy melyik spektrumon vagy. Ugye ezt
ezt ölte ki belőlünk a fogyasztói kapitalizmus. A felelősség elment, mert nem, nincs felelősség a történelem iránt, vagy a utókor iránt. A jelen pillanatért van a felelősség, én nyerjem meg a harcot az Oszifal szemben. Én többet pofázzak, mint a Puzsér, és azt mondjam a mondatom vége, ez egyébként klasszikus a modern vitákban, hogy a győzelem eljátszása, azt az emberek általában győzelemnek ítélik. Nem akarok, most nem megyek bele konkrét példákba, de YouTube-on... is leít ezzel, jó? Jó, köszönöm szépen akkor. De tényleg, tele van, nézzétek meg, imádom. YouTube válogatás arról, hogy valaki hogy lealázott valakit a vitában. Ennyi, mert gyakorolta a gesztusat. És akkor végén. A végén azt mondja, hogy ha! És kész le van győzve. Hiába tök gagyi az érvelése, és igazából marhára nem van. Nem a posztmodern élmény, hogy a pillanatban van zárva, élményé vált a dolog. Az érvény elveszett. Teljesen mindegy, mi hangzott el a vitában. Ha a végén megszerzed azt az élményt, hogy nyertél, tudod, mindkét boxoló a magasba kell, hogy emelje a kezét, hogy ezzel befolyásolják a pontozóbírókat, hogy ezzel is hozzátegyenek ahhoz az élményhez, hogy na én most győztem, na én most nagyon legyőztem a másikat. Az igazi probléma az, hogy nincsenek államférfiak. Az igazi probléma az, hogy már nincsenek olyan ajánlatok a politikai térben, amely ajánlatok mérvadóak lennének, amelyek hitelt érdemlőek lennének. Megszűnt a politikusoknak a szavahihetősége, és ez már nem jobb oldal vagy bal oldal kérdése. Nincsenek De Gaulle-ok, de nincsenek Willy Brandt-ok se. Nincsenek Adenauerek meg Kohl-ok, de nincsenek François Mitterrandok, nincsenek már sem a jobb oldalon, sem a bal oldalon, és valójában ebben a tekintetben nincsen különbség, így nincs is értelme jobb oldalról meg bal oldalról beszélni. Elveszett az államférfiúi minőség, elveszett a közösség iránti felelősség, és valójában ami a helyükre tolult, az a véleménybrókerség, a tetszésbrókerség, a szavazatbrókerség, meg az erőforrásbrókerség, mert ugye az erőforrás a szavazattá konvertálható, politikai hatalommá, képviselői helyekké, parlamenti többséggé konvertálható. Tehát valójában ezeknek a javaknak a megszerzése bármiáron, és hogy tudod, valójában ma már nincsenek olyan politikusok, akik megengedhetik maguknak azt, hogy ne hallgassanak a marketingesnek a fülébe suttogott kígyónyelvű tanácsaira, tudod, ezekre a szirén hangokra, amelyek megrontják, hogy tudod, neked most ezt célszerű mondani. Nem engedheted meg. Próbált volna a De Gaulle-nak a fülébe, vagy a Churchill-nek, vagy akár a Willy Brandt-nak a fülébe suttogni ilyeneket valaki. Hogy neked most ezt kéne mondanod, mert én jobban tudom, mert én vagyok a marketinges. Abban a pillanatban kirúgták volna azt az illetőt. Ma úgy állunk, hogy az a politikus, amelyik nem hallgat erre a marketingesre, azt rúgják ki a jövő héten, hogyha nem hallgat rá. A posztmodern annyiba védelembe kell, hogy vegyem. Értem, hogy milyen értelme használod azt a szót, csak szerintem kicsit el tudja terelni az emberek figyelmét, mert maga a posztmodern, mint filozófiai irányzat retteltesen sokat harcolt. Most nyilván nem lehet őket összemosni, de a nagy részük retteltesen sokat harcolt a fogyasztói társadalom ellen, és nagyjából erre ment is el a filozófiai pályának jelentős része. Ami szerintem viszont jól azonosítható, az a modern fogyasztói kapitalista. Tehát ez a kapitalista alakzata, hogy most ismerjük a social médián, meg egyebben keresztül ez a fajta modern tudatipar és annak a következménye. Mert az ette meg annak a lehetőségét, hogy mi értelmes, racionális vitát folytassunk, mert nem ez kapja az engagementet a social networkön, nem ez erősödik. Eltűnt ennek a jelentőség, és kialakult egy tök új szokás az emberekben, és szerintem, ha egy pici dolgon akarunk változtatni, hogy jobb legyen a világ, akkor legyen az ehhez kedves hallgatók. Az, hogy az igazság, egy dolognak a megértése, az könnyű, gyors, instant, egyszerű. Ez az emberek megélése, ez azért van egy ilyen jelenség, Barry Schwartz írta le nagyon pontosan, hogyha egy probléma túl bonyolult, ha válaszok száma túlzottan sok, az emberek szorongást éreznek, ezért ha valaki azt mondja, hogy nem is olyan bonyolult a probléma, ennyire marha egyszerű, az felszabadító pszichésen. Az emberek ezért keresik a felszabadító válaszokat. Ezért ha egy dologgal mehetünk el, az, ha valaki felszabadító választ ígér számodra, ami egyszerű, könnyű, akkor rögtön gondold azt, hogy át vagy verve. Rögtön gondold azt, hogy át vagy verve. Nem és mindegy, hogy okkenborotvája a fejedben húzódik, vagy a torkodon. De egyiknek nagyobb a tétje. Ja, egyel. Ja.
Mert ugye az is azt kínálja fel, hogy tudod, szabadulj meg minden felesleges tényezőtől, és maradj azoknál, amik elég egyszerűen a megoldáshoz vezetnek, vagy valami hasonló, csak itt ott te dolgozol a megoldáson, itt meg feléd kommunikálnak, és te a könnyűt választod el, mert az könnyű volt megérteni, mert fáradt vagy gondolkodni, mert azt az ajtót is nyomod, amire az van írva, hogy húzni. Két klasszikus példa erre. Ugye az egyik az alt-rightnak volt egy ilyen nagy felszabadító húzása. Rasszizmus probléma. Amerikában nincs rasszizmus. Dán, a vita le van zárva, megszűnt a vita. De kész, onnantól kezdve mindenki örülhet, pakolhat, hazamehet. A másik pedig a Radbalnak volt ez a rész, hogy kancellelünk néhány ember, deportformoljuk őt, meg betiltunk néhány szót, meg írunk egy kézikönyvet, hogy mit kell mondani, és megoldódik az egész probléma. Szeretnénk még majd valamelyik adásban dedikáltan a PC-ről beszélni, de hogy mind a kettő ilyen megoldás az azért lett ennyire népszerű, mert az embereknek azt a szorongását, ami a világ meg a problémák bonyolultságából fakad, azt tudta levenni, és úgy tenni, mintha a világ nem ilyen lenne, hanem egyszerű, mint a pofon. Akkor megint felelek az eddig hallottakból, az évadból valójában. Meg kell mondjam őszintén, hogy a progresszió számomra vonzó, mert én egy ilyen létrehozó típusú ember vagyok. Én mindig ott körülugrálom, hogy de jó, új. De a progresszió nem mindig jó. Erről beszéltünk már korábban, hogy a rák is progresszál, vagy progrediál. Mondd, ahogy akarod, de ugye hát ő fejlődik. Ki az, aki tapsol ehhez? Ki az, aki ennek örül? Nem konzervatív szellemből mutatok erre rá, hanem észszerű okokból, hogy elég. Ezt most mondjuk 54-szer azt hiszem. Elegünk van már, de a jó értelemben nem úgy van elegünk, hogy elegünk van, hanem hogy van elegünk. Nem kell több, nem kell gyorsabb, nem kell köré békön csavarni. Már rég boldogok lehetnénk, nem kell űr és időutazás sem. De ahogy ezt belátom, akkor, és kimondom, akkor már is mégis konzervatív szellemből mondom ki. Tehát, hogy szükségem van nekem erre is. Mi már költöznénk ki a földről, miközben mások még be se költöztek rá. Ahogy a Robi mondta, hogy dögólok és Willy Brandtok, hát öngólok és illiberlandok vannak, azt hiszem inkább, hogy egy szó viccbűnözés kreditet is fölírjak magamnak. Tudod, a helyzet az, hogy a rák az bizony, az növekszik. Az is egy progresszió, valóban. És föltetted a kérdést, hogy de hát ennek ki örül. Hát én rögtön tudok mondani két céget, amelyik örül. Az egyik az a Kemód gyártja, a másik az meg a sugárkészülékeket gyártja. Nem olyan biztos, hogy az minden fejlődés és haladás, aminek a tőzsde és a GDP örülni tud. Köszönjük szépen, hogy zavartunk. Akartunk. Sziasztok. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.